A Gyöngyház óvodások jókedvű műsorával avatták fel Lukács házán a bölcsőde fejlesztés második ütemét. A Katica csoport 3 éve indult 12 kisgyermekkel, most a szintén területfejlesztési operatív program pályázati támogatásával 105 millió forintból elkészült a bővítés. Egy csoport szopánk volt, hozzá megépült az első periódusban a mosdó, illetve a kiszolgáló helyiségek, a tálalókonyha, irodahelyiségek, tárolóhelyiségek, és hát most tulajdonképpen egy plusz csoportszobával lettünk gazdagabbak, illetve az udvaron elkészült, itt mögöttem egy udvari WC, ahova már pelenkáról leszokó gyermekeknek ad lehetőséget, hogy itt gyorsan, hamar elintézzék a kis dolgukat. Mellé tárolóhelység is épült, az udvarra pedig számos új játék és műanyagborítás került. A most induló bölcsődei csoportunk is teltházzal fog működni. 26 kisgyermeket fogad a kibővített bölcsőde. Dénes az most fog bölcsődét kezdeni. Kicsit később, a hónap végére kaptuk az ütemezést. Azért választottuk, mert igazából a körzetben lakunk alapvetően, de egy nagyon szép új bölcsödei. Már a meglévő csoport is egy viszonylag új, és az új létesítmény meg teljesen csodálatos. Lukács háza térségi összefogásának eredményeként a Gyöngyház óvoda már 100 fölötti gyermeklétszámmal működik. A környék településeiről is szívesen hozzák a kicsiket a szülők. A gyermekek nem csak Lukács házról és Gyöngyösfaluból jönnek ebbe az intézménybe, illetve az óvoda intézménye, hanem a környező településekről is. Nemessóból, Pusztacsóból, Kőszegpatyról, Droszlóból, Kőszegszerdről, Cákról, és természetesen Gyöngyösfaluból is. És én ezt képviselem, hogy legyen egy központi helyen mindenki számára megfelelő megoldás. Ág Péter, a térség országgyűlési képviselője szólt arról, hogy az elmúlt években több 100 millió forintos támogatást jutott Lukács házára. A település 2019-ben pályázott bölcsőde bővítésre. A munka tavaly decemberben kezdődött, most pedig már birtokba is vehetik a kicsik a színes és korszerű méhecske csoport helyiségeit.